Megindult a harc az MSZP elnöki székért. Szanyi Tibor, Harangozó Tamás és Molnár Gyula is bejelentkeztek Tóbiás József helyére. Szanyi Tibor dögös, Harangozó Tamás pedig harcos pártot szeretne. A politikus szerint változás nélkül a júniusi lehet az MSZP utolsó tisztújító kongresszusa. A párt képviselői június 25-én döntenek majd arról, hogy a következő 2 évben kivezeti majd az MSZP-t. Ami a többieknek választmánygyűlés, az Szanyi Tibornak már a kampány. Az elnöki posztra pályázik, programját a bejáratra is kiragasztotta. A pártot Brüsszelből irányítaná. 3 olyan sarokpont van, amit én szeretnék egyféle dogmává emelni, ha lehet így fogalmazni. Nevezetesen, amivel nekünk nagyon erősen foglalkozni kell, az oktatás, az egészségügy és a gyermekügy. Az időt bent sem vesztegette a politikus, szúrólapjából még lehetséges riválisainak is jutott, mert hogy többen is vannak. Az egyik Harangozó Tamás, aki szerint változtatás nélkül a júniusi lehet az MSZP utolsó tisztújító kongresszusa. A politikus végleg leszámolna Gyurcsány Ferenccel és árnyék kormányt alakítana. Olyan társadalmilag elfogadott szakembereket kell a soraink közé fogadnunk majd, és őket akár egy árnyékkormány formájában megjelölni és megnevezni idejében a választás előtt, akik alkalmasak lehetnek arra, hogy nem csak a baloldali szavazók, hanem azon túl mutatóan is meg tudjuk szólítani az ország többségét. A személyi kérdésekben a jelöltek közül Harangozó Tamásnak voltak egyedül konkrét elképzelései. Az árnyékkormány vezetését Botka Lászlóra bízná, aki nem árulta el, hogy vállalná-e a posztot. Nagyon kedves az Harangozó Tamástól, köszönöm szépen. Tóbiás József lehetséges utódaként emlegetik Molnár Gyulát is, aki nem volt ott az ülésen, illetve Tóth Bertalant, aki cáfolta az erről szóló híreket. Én biztos nem indulok a pártelnöki pozícióért. A választmányi tagok szerint egyébként nem kizárt, hogy lesznek még további jelöltek. Volt, aki Mesterházi Attilát említette, a volt elnök ezt kizárta. Én szeretnék segíteni a pártnak, mint ahogy eddig is, de ez azt gondolom, hogy nekem nincs szükségem pozíciókra. Nem indul az elnöki posztért Kovács László sem. Elvárásai ugyanakkor vannak a jelöltekkel szemben. Aki a hatalmat nem lehetőségnek, hanem felelősségnek tekinti, én azt jó szívvel tudom támogatni. A párt jelenlegi elnöke minden esetre nem aggódik kihívói miatt. Nem abban bízom, hogy maradhatok, hanem hogy azt a munkát el tudom végezni, amire vállalkoztam. Engem az érdekel, hogy az a feladat, amit a pártban el kell rendezni június 25-én, az ne takarja el azt a kihívást, ami a valóságról szól, nevezetesen most épp a népszavazás kérdése. Az ülésen is a népszavazás kérdéséről beszéltek legtöbbet a választmány tagjai. Megnézték a választási iroda előtt készült felvételeket, és úgy döntöttek, felszólítják a szervezetet, hogy semmisítse meg korábbi döntését, és tegye lehetővé a vasárnapi zárvatartásról szóló népszavazást. Botka László a demokrácia elleni bünténynek nevezte a történteket.